Kedves nézőink, a mai napon egy olyan programon, rendezvényen vagyunk, ami a felelősségtudatot erősíti. Hanzelik Andreát, a Vigadó ügyvezetőjét kérdezném, hogy tulajdonképpen miért is kezdtem én ezzel ezt a kis bevezetőt? A mai napon egy kutyás családi napra várjuk az érdeklődőket, és nagyon sok érdekes programmal készültünk a társszervezőkkel közösen, a Pest megyei állatvédőrséggel, illetve Honorváros önkormányzatával, a Honori rendőrkapitánysággal, a Nagycsaládosok Egyesületével, nagyon sokan dolgoztunk azon, hogy ez a mai nap létrejöhessen, és különböző felelős állattartással kapcsolatos előadásokat is hallhattak az érdeklődők. 3 órakor Sáfrányi Bolya tartott egy előadást, illetve a rendőrség munkatársai is hasonló témában mondtak el érdekes információk a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, illetve a gazdi jogsiról is érdekes információkat kaphattak, akik esetleg még nem hallottak róla. Ki volt az ötletgazda? Igazából a Pest megyei Állatvédőrség keresett meg minket azzal, hogy szervezzünk egy ilyen közös rendezvényt, amely nem öncélú, nem csak az, hogy ami nagyon fontos, hogy a felelős állattartásra neveljük egy kicsit akár a kisebbeket, akár a nagyobbakat, hanem konkrét célja is volt, adományokat gyűjtünk a mai napon, kutya eledeleket, száraztápokat, konzerveket, kutya szalámikat gyűjtünk, és a Monoron működő állatmenhelyeknek fogjuk ezeket átadni. A kollégáim pontosan regisztrálják, kitől mennyi ennyit kaptunk, és egy nyilvántartás szerint fogjuk ezt átadni a arra rászorulóknak. Hogyan látod a részvételt? Mindig arról beszélgettünk, minden rendezvényen följön ez a kérdés, hogy családi programok, fontos, hogy családi programok legyenek. Hogyan látod a mait? Igazából nagyon örülünk azoknak, akik itt vannak, hiszen nagyon sok érdekes információval gazdagodnak, nagyon sok játékkal készültünk, egy állati játszótérrel készültünk, kolléganőm nagyon sokat dolgozott azon, hogy különböző kutyás játékok a kirakótól kezdve, a teknőből halacska horgászáson keresztül, a malomnak a figurái is, fekete, illetve fehér kutyák, úgyhogy nagyon sok ilyen játékos, kézműves foglalkozással készült. Hogy nagyon örülünk azoknak, akik itt vannak, azt pedig sajnáljuk, akik nem jöttek el, mert azért valljuk be, így magunk között, hogy a kritikát mindig megkapjuk, hogy a rendezvények italról, ételről és buliról szólnak. Hát ez a mai nap, ez pontosan nem erről szól. Ez a felelős állattartásról szól, a közös kikapcsolódásról, a felelős nevelésről, a gyerekeinkkel való együtt játékról, illetve egy nagyon kedves színdarab, ami még vár itt a felnőttekre, gyerekekre egyaránt. Úgyhogy sajnos azt meg kell állapítani, hogy akkora tömeg nincsen, mint egy boros vagy sörös rendezvényen. Úgyhogy hát ebből nem tudom, hogy milyen következtetést kell levonni, hogy mi nagyon szívesen szervezünk, és sőt azt mondom, hogy inkább az ilyen típusú szemléletformáló rendezvények, amelyeket mi jobban szeretünk, hiszen egyfajta közösségépítés is ez is. Igazából egy kicsit kutyás közösséget építünk. Itt voltak a monori kutyaiskolások, akik bemutatót tartottak. Hát valahogy úgy tűnik, hogy a nagyobb tömeget mégiscsak a boros és sörös rendezvények vonzák, úgyhogy mi azért invitáljuk azokat, akik ma nem voltak itt, és nagyon éles kritikával tudnak élni, hogy miért csak olyan típusú rendezvények vannak, ez így nem igaz, például erre ez a mai nap is, úgyhogy ezeket a kritikusokat ilyenkor mi nagyon szívesen látnánk itt a művelődési házban. Nem lehet, hogy azért, mert először került megrendezésre, és ez mondjuk az első rendezvény, még nem voltak olyan sokan, de feladni nem szabad. Azért vannak kint az udvaron, én jártam kint az udvaron, tehát vannak gyerekek, felnőttek egyaránt. Nem lehet, hogy majd, ha beáll, bocsánat, hogy ezt a szót használom, egy monori rendezvény sorozatta ez is, hogy akkor esetlegesen egyre többen jönnek, nem gondolod? Igen, az első rendezvény mindig azért kicsit nehezebb, mert mindig van egyfajta bizonytalanság a látogatókból, hogy vajon mi is az, amire számíthatnak. Azért a kutyák és a gyerekek, azok mindig azért egy ilyen vonzó jelszavak, amire azért jönnek a vendégek, és igen, tehát nem szabad félreérteni, nem azt mondjuk, hogy nincsenek, hanem vannak nagyon szép számmal, és nagyon sok adomány is gyűlt össze, amit nagyon szépen köszönünk azoknak, akik hozta ezeket az adományokat, akár magánszemélyek, cégek is adakoztak, illetve hát pont te vagy az, aki az iskolásokat is hozta és biztattad őket arra, hogy igenis járuljanak hozzá ehhez, hogy egy-egy kutyaszalámival, egy-egy kutyakonzervvel járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezeknek a kutyáknak legyen mit tenni a jövő héten is.
Mondtad, hogy előttünk áll még egy program, egy színi előadás. Megtudhatjuk a címét, és körülbelül, hogy miről is szól ez a színi előadás? Hát természetesen ez is a kutyákról szól, mi másról szólhatni, hiszen az egész nap ma a kutyákról szól. Ugye a címe, hogy Hurrá lesz kiskutyám. Nem hiszem, hogy nagy titkot árulok el, egy vonakodó családról fog szólni a darab, ahol a szülők, mint ez nagyon sok helyen is így történik, hogy nem kell nekünk kiskutya, mert ez probléma, és felelősség, és hosszú időre való elköteleződés, és hát meglátjuk ebbe a színdarabba, hogy a gyerkőcök hogy győzik meg a szülőket arról, hogy legyen nekik is kiskutyájuk. Én mindenesetre nagyon köszönöm nagyon sok kutyás nevében és a gyerekek nevében is, hogy megrendeztétek ezt a mai napot, és csak annyit tudok mondani, hogy jövőre is kell egy ilyen, esetlegesen óvodáknak, iskoláknak, én magam is fogom azt közvetíteni, hogy igen, ez kell a gyerekeknek, kiskutya is kell a gyerekeknek, nem csak a felelősségtudat, de én kívánom azt nektek, hogy jó érzéssel zárjátok a mai napot, és sok ilyen rendezvényt csináljatok még. Köszönjük szépen, és várunk benneteket mindig szeretettel. Egy olyan rendezvényen vagyunk a Monari Művelődési Házban, ami egy picit arra nevel, hogy felelősségteljesek legyünk. Szerintetek mit jelenthet az mondjuk egy állat életébe, hogy az ember felelősségtudatos? Azt jelenti, hogy gondoskodunk róla úgy, mint egy élő emberről, etetjük, itatjuk, otthont adunk neki. Foglalkozunk vele, elviszük sétálni, esetleg ilyen kutyaiskolába, meg mindenféle ilyen helyekre, ami élmény a kutyának. Szerinted, ha van kutyusunk, muszáj, hogy felelősségteljesek legyünk? Igen, igen, muszáj, mert azt érzi az állat, a kutya. Érzi az állat? Na, erről kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mit érezhet egy kutyus? Szeretetet. Mi az, ami ő neki fontos, nagyon fontos, ha van egy állatunk? Hogy foglalkozzunk vele, elvigyük sétálni, és hogy játszunk vele, adjunk neki ennivalót, ne várjuk meg. Bánthatunk egy jószágot? Nem, hát... Nyilván nem, mert az ők is érző lények. Láttatok bent fotókat kutyusokról, és láttattátok, hogy egy kicsit szomorúak. Szerintetek egy kutyus hogy kerülhet mondjuk az utcára? Ha például kidobja a gazdája. Uh-huh. Sokat verik, és ezért nyitva van egyszer a kapu, és elszökik, és nem érik utol. Hogy lehet megmenteni ezeket a kutyákat? Mi a véleményed? Hát, vagy ugye elvisszük a utcáról, mert ugye az már úgy se kell másnak, vagy pedig menhelyről hozzuk el a kutyákat, akik ugyanúgy a utcákról megmentik a kutyákat. Tudjátok, hogy mi az, hogy kutya menhely? Igen. Ott olyan kutyákat tartanak életbe, akik az utcáról lettek összeszedve. Szerintetek kellett támogatnunk azokat a menhelyeket, ahol ekkora nagy áldozattal megmentik a kutyusokat? Igen, kell támogatnunk a menhelyeket. Igen, és hogyha meg esetleg el is hozunk onnan egy kutyát, akkor még azon felül is lehet ugye étellel vagy pénzzel támogatni a menhelyeket. Na, pont ez lett volna a kérdésem a következő, hogy mondjuk adunk nekik valamilyen ételt, ajánlunk föl, de igazán hogy is mentünk meg menhelyből egy kutyust? Mit mondtál, ha? Örökbe fogadjuk. Jártatok-e már ilyen menhelyen esetleg valamelyikőtök? Igen, én már jártam. Jártál? És volt olyan kutyus, amelyik tetszett? Igen, volt. Volt, sajnáltad? Látom, ki szomorúan sajnáltad őket? Igen, sajnáltam. Ki melyik őtök járt még esetleg? Én is jártam a mamámnak, amikor kutyát kerestünk. Volt nagyon sok cuki kutya, de mindegyik őjükön látszott, hogy nem valami boldogok. Tehát látható volt esetleg szerinted az, hogy gazdira vágynak? Igen, abszolút. Sikerült-e ott választani a mamának, vagy még gondolkodtatok rajta? Sikerült. És befogadtatok egy kutyust? Igen. Tudod-e, hogy miért? És elárulod a nevét? Hoppá!
Hú, hát elvileg keverék. Moody meg Pumi keverék, és Tobi a neve. Nagyon örülök, hogy ezt hallom. Moody, azt tudjuk ugye, hogy magyar kutyafajta. Hát nagyon szépen köszönjük a családnak és a mamának, hogy befogadtatok egy ilyet. Szeretnél-e kis kutyát? Én szeretnék, csak azt mondta anyukám is, meg apukám is, hogy várjunk, még a Zsófi fel nem nő. Tehát van egy kis tesó, és akkor kell egy picit várni. Szerintetek, ha van egy kutyánk, meddig gondozzuk őt? Megunhatjuk, és akkor úgy kirakjuk, mint ahogy itt láttuk a fényképeken? Élete végéig. Élete végéig. Neked mi a véleményed erről? Nekem is ugyanez, hogy a kutya élete végéig kell gondozni. A kutyát. Lehet ő egy nagyon jó barát? Igen. Hogyha például vannak férj és feleség, és nincsen nekik gyerekük, akkor meg őt tekintik a gyerekükként. Micsoda okosságot mondtál, gyerekfej. Fejként, hát gyerek ésszel. Hát ez egy nagyon szép gondolat volt. Ugye arra utaltál, hogy családtag lesz a kutyus. Igen. De azért máshol is lehet családtag, ugye? Ahol gyerek van, nálatok családtag lett? Hát igen. Huncutkodtál vele? Igen. Elrontottad? Nem. Miért nem? Hát egy picit el lehetett volna. Én nagyon köszönöm, hogy tudtunk most erről beszélgetni, és nagyon fontos, hogy a mai nap is megmutassa nektek, hogy felelősségteljesen kell állatot gondozni, és ha állatunk van, mit csinálunk, mit teszünk? Megvédjük. Otthont adunk neki, gondozzuk, etetjük. Köszönöm szépen. Kívánom, hogy legyen kiskutyátok. A mai nap nagyon érdekes program Monoron. Felelősségkutyatartás. Miért fontos, hogy ilyen rendezvény szerveződjön egy városban? Hát azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell mutatni az embereknek azt, hogy milyen sok segítségre váró kutya van, milyen sokan vannak menhelyeken, gyepmesteri telepeken, illetve különböző családoknál, házaknál, akik segítségre várnak, és igazából azért lényeges, hogy ezeket bemutassuk, mert az embereknek kell az információ, hogy tudjanak róla, hogy van ilyen probléma, és próbáljunk közösen tenni annak érdekében, hogy ezeknek a kutyáknak a számát tudjuk csökkenteni. Hogyan történik egy örökbefogadás? Hogyan indul el, és mi a vége? Hát egy örökbefogadás az ugye általában úgy kezdődik, hogy a különböző menhelyek, gyepmesteri telepek, átvédő szervezetek ezeket a kutyákat meghirdetik, és vagy a képek alapján, vagy pedig személyesen a telepeken kiválasztják az örökbefogadók, hogy nekik melyik kutya lenne az, amelyik szimpatikus, melyiket szeretnék, és akkor nyilván ebben szoktunk segíteni, mert előfordul, hogy kinéznek egy kutyát, de nem biztos, hogy az ő életvitelüknek, az ő igényeiknek nem az a kutya lesz megfelelő, és akkor így próbálunk közösen egy olyan kutyát találni, ami annak a családnak ideális lenne, és akkor ezek a kutyák oltva, csippelve, többségében ivartalanítva, vagy ivartalanítási kötelezettségvállalással kerülhetnek új gazdához, és nyilván szerződéssel, hiszen ezeket a kutyákat szeretjük utánkövetni, tudjuk, hogy mi történik velük, hogyha bármi probléma van, például mi alapítványunk az minden esetben vissza is veszi a kutyát, hál' Istennek erre kevés esetben került még idáig sor, de ez mindenképpen egy fontos, hogy aki örökbe fogad, az legyen azzal tisztában, hogy egy szerződést fog kapni, és ő neki utána lesznek kötelezettségei, és szeretnénk természetesen nyomon követni, hiszen azért segítettünk rajta, áldoztunk időt, energiát, pénzt, hogy a tényleg valóban jó élete legyen utána a kutyának. Nagyon nehéz kérdést fogok most feltenni. Én nagy kutyás vagyok, évek, évtizedek óta. És mindig elszomorodom, amikor fölkerülnek X oldalra olyan képek, hogy innen, onnan, amonnan mentettek meg kutyákat, akik hát nem biztos, hogy a legjobb bőrben vannak. Hogyan kerül be egy kutyus, mondjuk egy menhelyre, egy alapítvány, hogyan kezd el vele foglalkozni? Ezek általában bejelentés alapján kerülnek a tudatunkba, tehát gyakorlatilag vagy lakossági bejelentés, vagy
hogyha olyan hatósági kobzás esetleg, és hogyha valamelyik önkormányzat együttműködésben áll valamelyik állatvédő szervezettel, tehát mindenképpen valamilyen bejelentés előzi meg, és így kerül a gondozásunkba, illetve bármelyik állatvédő szervezetnek a gondozásába ez a kutya. Sajnos sok esetben ugye akkor kerülnek már oda, amikor tényleg nagyon rossz állapotban vannak, mert sokszor kapjuk azt a választ, akár szomszédoktól, ismerősöktől, hogy nem akartak konfliktusba keveredni, meg nem akartak az embernek rosszat, és most már sajnálják viszont az állatot, és ezért kérnek segítséget. Viszont mindig elmondjuk, hogy amikor azt tapasztalják, hogy esetleg az nem megfelelő körülmények között él az az állat, vagy nem kap olyan ellátást, amire szüksége lenne, akkor mindenképpen legalább egy állatvédő szervezet felé jelezzék, mert még időben tudunk segíteni, nem is biztos, hogy el kellene onnan hozni, hanem esetleg felvilágosítással, tanácsadással tudunk az életkörülményeim változtatni, és nem kell megvárni, hogy annyira rossz állapotba kerüljön, hogy sajnos sok esetben előfordul, hogy már nem is lehet megmenteni azt a kutyán. Mennyire lehet levonni olyan számokat, vagy olyan statisztikát, hogy inkább tenyésztőtől vesznek, inkább valahonnan vesznek, vagy elfogadják azt az emberek, a szülők, a gyerekek, hogy menhelyről mentenek és segítenek egy kutyusnak? Hát most már azt gondolom, hogy egyre inkább kezd elterjedni a köztudatba, hogy örökbefogadás, viszont még mindig nagyon nagy számban vesznek kutyát szaporítóktól. Tehát ezek az olcsó kutya hirdetések, meg piacokon, különböző csomagtartókból nem gondolnak bele, hogy ezeknek a kutyusoknak a szülei gyakorlatilag milyen körülmények között vannak tartva, hiszen azt nem látják, csak azokat a szép képeket, és ugye csábító, az ára is csábító, mert ugye tudni kell, hogyha valaki minőségi tenyésztőtől vásárol, ott azért lényegesen mások a költségek, viszont ott biztos, hogy egy garanciát kap arra, hogy egészséges állatot kap megfelelő oltásokkal. Sajnos szaporítóktól ott gyakori az, hogy még oltás sincs, sőt, egyáltalán semmiféle ellátást nem kapott az a kicsi, amire szükség lett volna, az életkorának megfelelően. És ugye a másik, amit egyre kezd elfogadottabb lenni, hogy az örökbefogadás. És ugye ezzel tudunk a legjobban segíteni, hogy az örökbefogadott kutyák ugye szabadulnak fel helyek, és sajnos nagyon sokan várnak újabb helyekre, hogy bekerülhessenek. Sokkal nagyobb az a szám, aki úgymond férőhelyre vár, mint amennyi most szabad kapacitás van. Mennyire segítenek az ilyen jellegű programok, amik ma itt is van Monoron? Tehát mennyire segít ez akár menhelynek, kutyusoknak, alapítványnak? Hát ez mindenképpen nagy segítség, hiszen az információt el kell jutatnunk az emberekhez, és ezek a programok pontosan arra jók, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy különböző szervezeteknek, menhelyeknek segítségre van szüksége, a kutyáknak segítségre van szüksége, és ugye vannak szervezetek, mint például mi is, akik külön még ilyen előadásokat is tartunk, akár iskoláknak, óvodáknak, hogy még ott is a gyerekeket erre próbáljuk nevelni, tehát minél kisebb korba kezdjük, de mindenképpen nagyon hatásos és nagyon hatékony. Sziasztok! Honnan jöttetek? A Nemzetőrből. És csak úgy fogtátok magatok, elindultatok, vagy ez egy ilyen szervezett program volt a mai napon? Szervezett program. Melyik őtöknek van kutyája? Van? Ott is van. Volt. De lesz még? Nem. Na, akkor mit tudunk arról, hogyan kell igazán nagyon szeretettel a kutyánkat nevelni? Ki mondja ezt el nekem? Na? Ugye minden nap adunk neki enni, meg inni, játszunk vele minden nap, és gondoskodunk róla. Neked is volt kutyád, én tudom, meg talán most is van, ugye? Most nincs még, de lesz? Persze. És milyen egy felelős kutyatartó kisdiák? Hát, játszunk vele minden nap, simogatjuk sokat, és enni adunk neki. Szerintetek szabad megkötni egy kutyust? Nem. Nem bizony, és hallottatok olyanról, láttatok már olyan képeket esetleg? Igen, és mi volt erről a véleményed őszintén, férfiasan? Hát, nem tetszett. Miért is? Hát, mert A kutyáknak nem volt olyan jó. Ez rossz lehet neki, ugye, hogyha ő is zárva van. Mit hozott nektek ez a mai nap? Miért jöttetek ide? Mit hoztatok? Ugye volt egy felhívás ennek a programnak. Mivel tudjátok segíteni mondjuk azokat a kutyákat, akik menhelyben vannak? Adományokkal. És ti is hoztatok? Igen.
Igen, hoztunk, igen. Szerintetek ez fontos azok a kutyusoknak, akik ilyen helyen laknak? Miért? Hát, hogy ne éhezzenek. Nehéz lehet annak a kutyának, aki mondjuk menhelybe kerül, mi a vélemény? Szerintem igen, mert biztos van rá oka, hogy oda került. És esetlegesen a gazdia nem úgy bánt vele, ugye? Előfordulhat, ilyen hallottatok már ilyenről, hogy azért került. Neked milyen kutyusod van? Yorkie. Labrador. Nekem tacskó van. Nekünk csiva van. Jaj, kis csiva, hát kis aranyka. Törpe tacskó. Nagy kutya nincs mindenkinek. Most van német juhászunk. Egy német juhász. Mennyire tudsz vele foglalkozni? Mennyire tudod nevelni? Hát nem annyira, mert most ugye most van a fejlődőkorban, és most egy kicsit harap, meg ilyenek. Szóval most még nem annyira. De azért nem bántod? Nem. Előfordult-e az, hogy esetleg találtatok kóborkutyát, vagy láttatok városban, és szóltatok valakinek, tudtatok szólni, vagy szülőnek, vagy állatorvosnak, vagy valakinek, te nagyon bólogattál. Igen, anyának mondtam még, és végül befogadta az utcába egy néni. Szuper, nagyon, nagyon jót cselekedtél. Mi is ugye voltunk Görögországban nyaralni, és ott sok kutya volt. Szabadon? Igen, szabadon, és esténként adtunk neki ennit, vettünk nekik ennit. Tehát úgy láttátok, hogy ők kóborkutyák, és ezzel segít. Igen, de amúgy voltak etetve, tehát... Tehát akkor foglalkoztak velük, csak éppen nem volt nekik, úgy mondjam, szálláshelyük, ugye? Melyikőtök mondja azt, hogy biztos, ami biztos, amíg világ a világ, neki kutyája lesz, na tegye föl a kezét. Na, akkor ebben mindannyian egyetértettünk, és akkor most futás, mert kezdődik a színházi előadás. Jó szórakozást kívánok nektek, sziasztok!